Veretlenül mindössze 2 pontot veszítve nyerte meg a bajnokságot, és jutott fel a megyei első osztályba a Balkányi futballcsapat. Az amúgy sem túl bő keret több mint fele, 9 játékos távozott a nyári szünetben, többségüktől a vezetők köszöntek el, de akadtak olyanok is, Kovács Béla, Bárányi és Potornai, akiket marasztalt volna a szakmai stáb. Helyükre 7 fiatal mellett 3 rutinos labdarúgó érkezett a továbbra is Mirgai László által irányított együtteshez. Szilágyi Krisztiánt azt hiszem mindenki ismeri, ugye ő Nyírbátorból érkezett, az Iván Zsolt Kemecséről érkezett, aki ugye szabolcsi születésű, és hát a harmadik pedig a Somogyi Márk Újfehértóról érkezett. Ez a három, ez az a 3 játékos, akit én jól ismerek, hiszen játszottak a kezem alatt. A többiek pedig 7 játékos Igor Bogdanovics kiszemeltjei voltak, sokan játszottak a keze alatt is, őket megnéztük edzőmeccsen is, megmondom őszintén, hogy 21-22 éves a legidősebb, 19 a legfiatalabb, ez a 7 fiatal szerintem nagy erőssége lesz a csapatnak hosszú távon. Biztos, hogy egy fél év kell, hogy ezt az erős megyei első osztályt megszokják, de azt gondolom, hogy nagy probléma nem lehet, hiszen nekünk most a célkütőzésünk ebbe a fél szezonban az, hogy megnézzük, hogy mire leszünk képesek, és természetesen minél több pontot szerezni, és hát a kieső zónát elkerülni. A csapat legrutinosabb játékosa Igor Bogdanovics a legutóbbi szezonban 49 góllal segítette hozzá a Balkányt a feljutáshoz. A támadó szerint az egyéni mutatónál fontosabb, hogy csapata jól szerepeljen a megyei első osztályban. Szeretném megismételni, de én nem szoktam tervezgetni, meg semmit csinálni. Nekem szó szerint fontosabb a csapat teljesítmény is, minden, amit fogom tudni tenni, hogy csapat jól teljesíti, akár gólok, akár gólpászok, akár csak egy tanácsadat meccs közben, meg fogom tenni, mondom meg egyszer, saját terveimek nincs, viszont mindenféleképpen szeretem segíteni, hogy csapat teljesíti a feladat, meg a teljesíti a cél, ami klub vezetőktől kaptunk. A Balkány a Magyar Kupa első megyei fordulójában jövő szerdán Tiszakanyáron lép pályára, a bajnoki nyitófordulóban pedig a szintén újonc vásárosnaményhoz látogat Mirgai László együttese.